Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Mai adásunkban ismét egy szórakoztató és komikus történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a GJ Club. A GJ Club műfeltekintve a komédia világához tartozik. Maga a történetünk legelőször light novel formájában jelent meg méghozzá Shin Araki révén, aki 2010 és 14 között összességében három különböző széria formájában 19 kötetnyi light novelt jelentetett meg a számunkra. Ezt követően azonban megjelent a mai fő témánk az anime is, mely 2013 és 14 között végül 12 részt és egy 40 perces játékfilmet jelentetett meg a rendező Yoshiyuki Fujiwara, valamint a forgatókönyvíró Hideaki Koyasu révén. Történetünk egy japán középiskolában veszi kezdetét, a sokak által idétlennek tartott GJ Klubban, mely gyakran a furcsaságairól és különbségeiről ad tanúbizonyságot. Ezen különcök vezetője nem más lenne, mint a fiatalos külsejű és egyben végzős Amatsuka Mao, aki húgával Megumival és Sumeragi Shionnal egyetemben az úri hölgyek táborát erősíti szemben az elsőéves Kannazuki Tamakival és a külföldi cserediákkal, a végzős Kirarával, akik mind jól tudnak szórakozni a csoport egyetlen fiújának, Shinomiya Kyojának a társaságában, és persze a fiú egyéb más csetlésbotlásain is. Időjüket meg gyakran eltér az átlag halandók szokásaitól, azonban számos esemény és személy is befolyásolja, akár a cselédék Moriék révén, vagy a húgok Seira, Geraldine és Kasumi révén is, akik egy hosszú, de vidám kalandot indítanak útjára a fiatalok számára. Összességében nekem vegyesnek hatott ez a kis történet, mert gyakran tudott jó humorral és érzelmi fordulatokkal is operálni. Tetszett a képi világa is, mely nem volt teljesen egységú, akár csak a zenei betétek. Így ha ezeket és a műfaj ellenére is lezártnak tekinthető sztorit is figyelembe kéne vennem, akkor a GJ Club egy 10/8-as sztori lenne az én szememben. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!